A nyári szezonalitás miatt a korábbi hónapokhoz képest már csökken az ingatlan vásárlások száma. A nagy kereslet miatt kialakult áremelkedésnek köszönhetően a forgalom viszont még mindig jelentősebb a korábbi időszakokhoz képest. Országos szinten az idei fél évben nagyjából 30-40%-kal nőtt az adásvételek száma a tavalyi első fél évhez képest. Úgy látjuk, hogy az idei év valószínűleg 140-150 ezer lakás adásvétellel fog zárulni, ami ugyan még nem éri el a válság előtti szintet, de már nagyon közel van hozzá. Nyíregyházán az első fél évben a használt téglalakások 150 ezer forintos négyzetméter áron cseréltek gazdát, a panellakások négyzetméterenként átlagosan 140 ezer forintért keltek el a megyeszékhelyen. A nyíregyházi ingatlanpiac is követte az országos trendeket. Évelején egy nagyobb megindulás volt, ami azt jelentette, hogy az 5-6 milliós ingatlanok szinte egy-két napon belül értékesítésre kerültek. Rengetegen vásároltak befektetési céllal. Beszélgetünk akkor albérletkiadásról is. Megemelkedtek az albérleti árak Nyíregyházán, nem volt kiadó albérlet, ezért nagyon sokan vásároltak lakást albérleti célra. Ezek az 5-6 milliós lakások elfogytak, és egészen ez a dömping áprilisig tartott. Akkor az irodánk is 122 iroda közül kiemelkedő országos sikereket ért el. Harmadik helyen végeztünk bevételt és tranzakciószámot tekintve. Hucma Melinda elmondta, a lakások további áremelkedésére már nem számítanak, az új támogatási formáknak köszönhetően az év hátralévő részében a családi házak kereslete emelkedhet számottevően.